170 millió forint mikrohitel került a megye vállalkozásaihoz a tavalyi évben. Ebben a Primum alapítvány hatékonyan közreműködött, és ez évben az uniós minőségi elvárásokhoz igazította mikrofinanszírozási tevékenységét. Az alapítvány által működtetett vállalkozási irodák üzletember találkozók megszervezésével, projektmenedzseléssel, szakmai konferenciákkal, szaklapokkal segítették a vállalkozásokat. A Primum inkubátorház pedig 90%-os kihasználtsággal működött. Comba Csaba, az alapítvány kuratóriumi elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És még mielőtt értékelnénk a tavalyi évet, hiszen ez egy rövid összegzése is lehetett a tavalyi évnek, egy nagyon rövid összegzése, azért tudunk kapcsolódni az iménti bejátszáshoz, mert hogy az egyik fő tevékenysége vagy újfajta szolgáltatás fejlesztése és hálózatbővítése volt a Primum alapítványnak az, hogy a határon túli kapcsolatait, a vállalkozásokkal való kapcsolatait is tudta 2016-ban fejleszteni. Hogyan? Igen, valóban. Hát az alapítványunk az megyei szinten működik, a megye gyakorlatilag teljes régiójában. Itteni vállalkozásoknak adunk mikrohitelt, megyei vállalkozásnak, nekik szervezünk különböző programokat, azonban határon átnyúló tevékenységet is végzünk. A legutóbbi nagy programunk volt Szatmárnémeti önkormányzatával egy román-magyar vállalkozói háznak a létrehozása. Ennek keretében mi itt Nyíregyházán, Luther utcán felújítottuk ezt a régi polgári épületet, ahol most át is költözött az alapítványnak a munkaszervezete. A kinti, a Váci utcai irodákat is kiadtuk bérlőknek az inkubátorházban. A másik oldalon, Szatmárnémetiben pedig felújítottak egy épületet, ami 912-ben épült, iparos egylet részére, a szatmári iparos egylet részére, és ez egy nagyon komoly beruházás volt mind a két oldalról, nagyon nagy program, 2 millió eurós program volt. Most is folyamatban van, már tárgyalunk arról, hogy Asztélyba, ez most így kapcsolódunk most a Kárpátaljához, az előző riporthoz, egy ipari parknak a létrehozásának a projektmenedzselését kívánják ránk bízni, már a megkeresés megtörtént a KMKS részéről, most van folyamatban majd a további lépéseknek a kidolgozása, és Asztélyban fog megvalósulni, és azon kívül Nagykaposon, a Felvidéken is tárgyalunk az ottani egy egyesülettel, amivel szintén közös programot fogunk végrehajtani. Az is ipari park fejlesztés, bővítés? Igen, hát nem ipari park fejlesztés, hanem ahhoz kapcsolódóan vállalkozásoknak különböző szolgáltatások nyújtása, még a részletek nincsenek kidolgozva, mert még két megbeszélés volt, de közösen fogunk pályázni, van egy pályázati lehetőség. Mit gondolnak arról a határon túli területen, vagy területeken, és akár romániai területekre, Szlovákiára, vagy Kárpátaljára gondolunk, a helyi, vagy ott működő vállalkozásoknak milyen jellegű segítséget tudnak a magyar-magyarországi vállalkozások, vagy vállalkozás élénkítő szervezetek, alapítványok nyújtani? Mi elsősorban ezen a területen, tehát pénzt mi nem tudunk juttatni, mert a mikrohitelezés csak a országhatáron belül, tehát magyar vállalkozások részére, mikrovállalkozások, kisvállalkozások részére történhet. Azonban tanácsadással, különböző programjainkban való részvétellel tudjuk őket segíteni. Az előbb említett román-magyar vállalkozói háznak is ez a szerepe. A indikátorunk az, hogy ez megvalósult tavaly adtuk át, 2000 vállalkozást kell elérnünk, már közel állunk hozzá, akit a határon átnyúló kapcsolat létrehozásában, gazdasági, vállalkozói kapcsolat létrehozásában segítünk. Tehát ilyen szempontból tudunk kinti vállalkozásokhoz is eljutni, és fordítva az ottani magyar-román vagy román-magyar iroda pedig a magyar vállalkozások. Ezek közös programokat szervezünk, hogy összehozzuk a határon keresztül, vagy határon átnyúlva a vállalkozásokat. Milyen eredményeket látnak, hiszen ezek a mindennapokban is lecsapódnak, és érzékelhető eredmények. Ezen a területen? Igen. Hát ezen a területen, ahogy említettem, már több száz vagy ezer és több vállalkozást tudtunk elérni, akik információt kapnak annak fejében, hogy tudjanak, akik gondolkodnak abban, hogy kint akarnak vállalkozást alapítani, kint akarnak a piacon megjelenni, vagy Magyarországon viszont a romániai vállalkozások, ennek fejében kapják ezeket az információkat, és ez egy eredmény, mert ennek mérőszámai vannak, amivel nekünk el kell számolnunk, ugye az irányítóhatóság felé, hogy
mit vállaltunk, vállaltuk ezt a 2000 vállalkozást, hogy elérjük, megszólítjuk, információt adunk a részére, programot szervezünk neki, és ennek ez az eredménye, ami lecsapódik abban, hogy ezek valóban működő kapcsolatok indulnak el, illetve részt vesznek azokon a rendezvényeken, amelyek ezeket elősegítik, ezeknek a kapcsolatoknak a létrehozását. Jó. Ami még a hálózatosodáshoz hozzátartozik, az, hogy itthon is folyamatosan bővítik a vállalkozásokat, akikhez el szeretnének érni a szolgáltatásaikkal. Ezt hogyan teszik? Mit használnak? Milyen módszereket, milyen felületeket használnak el? Hát a sajtóban rendszeresen megjelenünk, a megyei sajtóban, azon kívül hírlevelek formájában tájékoztatjuk, több ezer vállalkozást tájékoztatunk folyamatosan. Ugye van a másik, a hálózaton belül az Enterprise Europe Network hálózatban részt veszünk, Magyarország összesen pár intézmény vagy szervezet vesz ebben részt. Most volt egyébként az auditálásunk, hogy mondjam, az elmúlt kb. Egy hónappal ezelőtt, vagy másfél hónappal ezelőtt, hogy megfelelünk az új szabványnak, még a minősítés nem kaptuk vissza, de pozitív a visszajelzés. Ezen keresztül pedig a teljes Európában való megjelenését segítjük elő a vállalkozásoknak, szintén tanácsadással, a lehetőségeknek a felkutatásával. Több esetben fordult már elő, hogy konkrétan két vállalkozás vagy két cégnek a kapcsolatának a létrehozásában segítettünk. És közreműködtek. És közreműködtek. Mit látnak, mi a tapasztalat, milyen információkra van szükségük a vállalkozásoknak? Mire van szükségük a vállalkozásoknak? Hát gyakorlatilag nagyon sok mindenre. Ezt most konkrétan úgy tudnám megfogalmazni, a magyar vállalkozásoknak a nagy része, különösen itt most a kicsikről van elsősorban, mikro és kis vállalkozásokról, az be van zárkózva még, tehát itthon van. Nem jelent még meg nemzetközi piacon, nincsen semmilyen tapasztalata. Az egy dolog, hogy van nyelvismeret, mert az már nagyon sok helyen megvan, de nem ismerik az ottani adózási szabályokat, nem ismerik az ottani gazdasági körülményeket, nem ismerik az ottani elvárásokat, a minőségi, szakmai színvonalat, és ebben is segítjük őket, hogy meg tudjanak jelenni ezeken a piacokon, akinek van ilyen elképzelése, azoknak a vállalkozásoknak tudunk segíteni. Tehát mindenképpen szükség van egy kapocsra. Természetesen. Az alapítvány munkáját olvastam, egy rövid kis értékelőt, eredményesnek és jónak vélték 2016-ban, ezt szeretnék tovább javítani, vagy továbbfejleszteni 2017-ben, azért az alapítvány munkájában benne van az eredményessége is, az, hogy például a vagyonát tudta gyarapítani, hogyan. Igen, hát ezt nem el kell, hogy mondjam, hogy egy alapítvány, amikor létrejön, akkor az alapítók rendelkezésre bocsájtanak valamilyen vagyont. Ez, amikor a pirulom létrejött, ez 11 millió forint volt 1990-91-ben. Amikor én átvettem az alapítvány kuratóriumi elnöki tisztét, 2008-ban akkor 520 millió volt, most pedig 997 millió, tehát kicsi hiány 1 milliárd a vagyona. Ha most 2008-ra visszamegyünk, akkor majdnem megdupláztuk ez alatt a bő 8 év alatt az alapítvány vagyonát. Tehát az alapítók által ráruházott vagyont minimum meg kell őrizni, de elvárás, hogy minden alapítvány növelje a vagyonát az alapítványnak. Itt ugye nálunk, ahogy az előbb már érintettük, mikrohitelezés is folyik, annak a bevételének, vagy a kamataiból tudjuk bővíteni, a hálózati tevékenységből is kapunk támogatást, az uniós forrásokból, unió részéről, abból is tudjuk bővíteni, az inkubátorházt kiadjuk bérlőknek, abból is tudjuk bővíteni a bevételünket, vagy növelni, illetve annak az eredményét pedig mindig a vagyonhoz hozzáadjuk. Az előbb említett román-magyar vállalkozói háznak a létrehozása, felépítése, az is egy nagy vagyon növekedés volt részünkre, meg több mint 200 millióval aktiváltuk. Úgyhogy hál' Istennek továbbra is látjuk azokat a lehetőséget, hogy hogyan tudjuk az alapítvány vagyonát növelni. Minden évben eredményesek voltunk, és remélem, hogy vagyunk és leszünk is a továbbiakban. Ugye ebben jelentős mértékben benne van a mikrohitelezés, egy nagyon picit beszéljünk erről. Igen. A mikrohitelezésről és a mikrohitelekről tulajdonképpen, mert ez egy fontos hitele lehetőség a kisvállalkozások számára. Ugye a piacon nagyon sokféle banki, pénzintézeti hitelkínálat van, és működik is, vannak kedvezményes, államilag támogatott hitelek is, amit a vállalkozók el tudnak érni, de valami miatt kedvelik, népszerű a mikrohitel. Igen, van egy nagyon régi mondás, a Pirulomnál is, már örököm, míg idejöttem, akkor már hallottam, hogy azokat a vállalkozásokat célozzuk meg a Pirulom részéről, olyan kis és mikrovállalkozásokat, akik
úgy mondjuk, és ezzel nem akarunk senkit megsérteni, hogy nem bankképesek még. Tehát a bank nem ad nekik hitelt valamilyen ok miatt, ez többféle lehet, ebben nem menjünk bele. Ezek jönnek hozzánk a Primomhoz, és ezeknek tudunk olyan hitelkonstrukciókat nyújtani, mert többféle is működik, amelyből ő tud elindulni, tovább lépni, teljesen kezdő vállalkozásnak is adunk hitelt, nagyon rossz helyzetben lévő vállalkozásnak is adtunk már hitelt, hogy ismét talpra tudjon állni és tovább tudjon lépni, ezért jönnek a Primomhoz. Tehát a tavalyi árbevételünknek az igen nagy százaléka ebből a mikrohitelezésből volt, tehát a 360 milliós árbevételünkből 280 millió volt a mikrohitelezés árbevétele. És ez nagyon gazdaságos is, mert ennek az eredménye volt 166 millió forint, ha jól emlékszem, csak a mikrohitelezésnek. És természetesen a megyei vállalkozások el tudják érni önöket, tehát nem csak a térségben, hanem az egész megyéből igényelték ezt a kölcsön lehetőséget. Természetesen a hitelek nagy része az a megyében, tehát nem kaptuk már azt a megjegyzést, hogy nyíregyházi működésű vállalkozás, vagy alapítvány vagyunk. Nem, a hitelek nagy része a megyében működő vállalkozásokhoz ment el, és a megyének más területén is megjelenő különböző rendezvényekkel, fórumokkal, a megyei sajtóba, a megyei televízióba például most, hogy aktualizáljuk a dolgot, és a megye teljes területén működik ez a vállalkozás. Alapítvány. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást.